A lányok napján játékos formában ismerkedhettek meg a résztvevők az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának választható szakjaival, köztük a sportközgazdászakkal is. Nagy néhajna egyetemi docens egyebek mellett arról beszélt, hogy Magyarországon unikálisnak számít az egyetemen megjelenő sportközgazdászképzés, de emellett meg kell próbálni a hölgyeket a műszaki pályák felé terelni. A legfontosabb műszaki szakjaink a villamosmérnök képzés, a hát, műszaki menedzser képzés, a mérnök-informatikus képzés, gépészmérnök képzés, újabban ehhez a palettához csatlakozott közgazdaságtani képzések is, tehát megpróbáljuk ezeket is most bemutatni a leendő hallgatóink számára. A sportgazdasághoz kapcsolódóan a sportközgazdász hallgatók részvételével érdekes és izgalmas előadást tartott Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség ügyvezető igazgatója. Lányok a jövő bajnokai, hogyan nyerhetik meg a jövőt a nők a sportszervezésben címmel. Köztudottan még mindig a férfiak dominálják a, a sportszektort, akár sportolói, akár sportvezetői szinten, de az én sportágamból, ugye a röplabda, ahonnan én jövök, ott gyakorlatilag ez egy fordított arány, tehát nálunk több a női sportoló, a, a lányoknál az utánpótlásban is többen vagyunk, és nekem ezért különösen szívügyem, hogy a lányoknak egyfajta lehetőséget mutassunk, hogy a sport után is lehet a sportban lányként elhelyezkedni és érvényesülni. A program folytatásaként a jelenlévők a versenyszféra világába is betekinthettek az Arkonik Köfém Kft.-nél dolgozó fiatal mérnökök közreműködésével, valamint megismerkedhettek az óbudai Egyetem Székesfehérvári kampuszán épülő, Science Park néhány elkészült laboratóriumával is.